Sziasztok! Köszöntök mindenkit! A kispályás labdarúgó bajnokság 2014-es szezonjának sorsolásán. A sapkában már behelyeztük a csapatokat. Most ki fogom őket húzni. Az első forduló párosítását. Hamarosan elkészül a honlap, ahol fenn lesznek a teljes párosítások, majd az eredmények, illetve tabella is. A Billingham United az első csapat, akit kihúztam. Az első fordulóban ők fognak meccselni. A Penguin FC-vel. Lássuk, ki lesz a következő hazai csapat. Az Outlaw FC. Ők az első fordulót az FC Harrerral kezdik. Nézzük a harmadik párosítást. Az FC Palota játszik hazai pályán a Mofas csapatával. És lássuk az utolsó párosítást. A Sasok FC otthon kezd. Nyilván kizárásos alapon nem marad más, mint a KM FC ellen. Tehát Beringen Penguin FC, Outlaw FC Harrer, FC Palota Mafasz, és Sasok FC, KMFC. A bajnokság első fordulója a március 8-ai hétvégén lesz, és utána minden héten egy fordulót kell lejátszani. Az, hogy ti ezt hétfőre, kedre, szerdára, vagy hétvégére beszélitek le, az teljesen mindegy, de hetente egy fordulónak kell lemennie. Az eredményeket Facebookon nekem, illetve e-mailben a már ismert e-mail címekre lehet elküldeni. Kérem a két csapatot, hogy ne legyenek viták az eredményt illetően. Ez egy barátságos bajnokság, ahol a játék a lényeg, és hát ugye a végén azért csak lehet nyerni kupákat, érmeket. Ezzel kapcsolatban az 1000 forintos nevezési díjat Kiki személyesen, amikor tud velem találkozni, akkor oda tudja adni. Köszönöm, sziasztok!